Hát Hogy úgy hát én? Hát te talán, mit? Talán szia vagy valami, nem? De miért nem hívtál fel, mielőtt jössz? Még kettő, mert fejbe vak. Hát, hogy... Tudjam. Mert? Cipő. Mi az, hogy cipő? Lehet, hogy ahol alukáltál, ott éppenséggel bejárhat cipővel, ne de itt nem, ki. Jó? Hol a gyerekem? Natasa Zsejke nagyon hiányzik, és szeretném őt folyamatosan látni, azonban egy ilyen csecsemőt anyai felügyelet mellett kell, hogy látogassak. Nem szívesen teszem ezt most, de annak érdekében, hogy láthassam, hallja hangomat, és mosolyogjon rám, és megfoghassam, ezért kompromisszumot kell kötnöm. Na jó, van, inkább foglalkozzál a kislányoddal, aztán célozd meg az ajtót. Mi az, hogy célozd meg az ajtót? Hogy beszélsz te velem? Hát úgy, hogy mi mindig nem tisztáztuk a dolgokat, úgyhogy egyelőre én mindig ugyanott tartok, hogy nem vagyok kibékülve veled. Mi szerint én kívül veled ki vagyok békülve? Nem is kell, hogy te kibékülj velem, elég, ha én kibékülök veled. Mi szerint miattad jöttem? Nem, hát tudom, hogy nem miattam jöttél. Akkor meg? Na, de ne kerst föl, légy szíves. Szia, kislányom. Biztos egyszerűbb lenne oda menni, megölelni, és azt mondani, hogy felejtsük el. Csak ez nem egy brazil szappanopera, és ő erre vár. Úgyhogy most, hogyha erre vár, akkor viszont mellé nyúlt, mert ilyet nem fog tenni. Csak felkeltetted. Fejezzed már, mert az én lányom. Tudom, hogy a tiéd. Milyen szép vagy. Ezt nem kell hangoztatni, annyi szólt. Hagyjad, hogy aludjon, Krisztián. Mert akarom, mert be se takartod szegényként. Jaj, tiszta kóma, jól lakott. Szerintem rossz neki az, hogy nem vagyunk együtt, és valamivel kevesebbet látja a kislányát, meg engem is, mert én tudom, hogy egyébként ő szeret. Na jó van, rád nem vagyok kíváncsi. Hát nem is mondta senki, hogy legyél. Na látom, Berki nagyon megvisel ez a szituáció, még shoppingolni is van kedved elmászkálni. Hallod? Ki vagy dobva a lakásomból, nem gondolod, hogy... Kérjél minden... kölcsön, ne a pénz szórjad feleslegesen. Kitől kérjek kölcsön? Vagy mikor ide jössz el? Most akkor miért nem viszel el pár ruhát? Nem fogsz visszajönni még két nap múlva, Berki. Vigyél el pár ruhát, ne kölcsöd a pénzt feleslegesen. Mi az, hogy nem fogsz visszajönni két nap múlva? Ne üvöltsél, mert fel kell a gyerek, aztán... Normális vagy? Én normális vagyok. Az már kétségesebb, hogy ugyan te normális vagy-e. Na, kimegyem eleg a lakásból.